se fordulok hozzád. Jelentkeztem egy videós versenyre, és a te szavazatod rengeteget számítana. Nincs más teendőm, mint hogy az infoboxba berakott linkre rákattintani. Regisztrálni vagy Facebookkal bejelentkezni. Telefonon nem mindig működik a regisztráció, így érdemes beállítani azt a webhelyre, és így már menni fog. A keresőbe be kell írni, hogy pályázat, kicsit lejjebb tekersz, és ott meg fogod találni, hova kell kattintani. A második videó az enyém, meg fogod látni. A címe az, hogy mi történne, ha minden nap mozognál. Nagyon szeretném megnyerni, ez extrém módon segítene a szakmai fejlődésemben. Ha szavazol, hálám üldözni fog. És előre is köszönöm, hogyha szavazol. A szakemberek szerint heti 150 percet kellene mozogni mérsékelt intenzitással, hogy fenntartsd az aktuális egészségi állapotod. A mérsékelt intenzitás egy tempósabb sétával legyen értékű. Ugye milyen egyszerű? Ez még a napi fél órát sem éri el, szóval abszolút kivitelezhető. Azonban ha javítani szeretnél az egészségi állapotodon, akkor ennek a kétszeresét kell mozognod. Akkor térjünk is rá, hogy mi történne, ha minden nap mozognál. Elsősorban edzetté válik a szíved. Hogy miért is jó ez? Ha elkezdesz aktívan sportolni, a szívnek a bal kamrájának izomtömege nagyobb lesz, így kiürülése is hatékonyabbá válik. Ezáltal csökken a nyugalmi pulzus is, ezért a megerősödött bal kamra több vért tud kipumpálni egy perc alatt kevesebb munkával. Természetesen a vérnyomásodat is karban tudod tartani. Azok az egyének, akiknek magas vérnyomásuk van, de mellette sportolnak, 60%-kal csökken a halálozási esélyük. Az alacsony fittségű elhízott emberek halálozási aránya 40%-kal nagyobb. Ha mozogsz, annak az esélye, hogy sztrókot kapj, 40%-kal csökken. A szervezet hajszálérhálózata szintén gyarapodásnak indul, ezáltal a tested oxigénellátása javulni fog, és az esélye annak, hogy kardiovaszkuláris betegségben szenvedj, 15%-kal csökken. Apropó oxigén. A tested mioglobin és hemoglobin szintje is növekedni fog. A mioglobin az izomszövetedben található oxigénkötő fehérje, amelynek a szerepe, hogy ellássa az izmot oxigénnel nagyobb megterhelés esetén. A hemoglobin feladata, hogy a tüdőből szállítsa el az oxigént és leadja valamennyi sejtünknek, valamint a sejtektől felvett széndioxidot szintén elszállítsa, megszabadulva a végterméktől. Tehát sokkal frissebbnek, energikusabbnak és egészségesebbnek fogod magad érezni. Ha már szóba kerültek az izmok, a bennük lévő mitokondriumok száma egyaránt emelkedni fog. Ez szintén nagyon pozitív, mivel ha átlagon felüli mennyiség található benned, akkor sokkal gazdaságosabban fog működni a szervezeted, jobban fogod bírni a fizikai munkát. Illetve minél többet mozogsz, annál jobban nő az izmaid tömege. Így a tömegtartó funkciója is fejlődni fog, ami hasznos lesz időskorodra. De mi is ez? A tömegtartó funkció az izületeket összetartó képletek által biztosított stabilitást jelenti. Ezen képletek az izmok mellett például az izületitok, a szalagok, a bőr, a kötőszövet és még a levegő nyomása is ide sorolandó. Térjünk rá a légzőszervrendszerre. Természetesen a tüdőd vitálkapacitása javulni, valamint a légzőfelülete növekedni fog, ezzel párhuzamosan a teljesítő képességed is. A növekvő oxigénfelvétel és a javuló vérkeringés az agy működését és a gondolkodást segíti. Jó emésztés nem létezik egy jó kis mozgás nélkül. Ha többet mozogsz, a gyomor és a bélperisztaltikád működése új erőre fog kapni, hatékonyabb lesz az emésztésed. Ez nagyon pozitív, ugyanis nagyobb valószínűséggel fognak téged elkerülni az emésztőszervrendszeri betegségek, például a vastagbélrák. Ezen felül a zsírmobilizáció és a máj funkció is javulni fog, valamint a rendszeres testmozgás kedvezően hat az inzulin szenzitivitásra. Ha most a cukorbetegség jutott eszedbe, akkor igen, jól sejted, akár a kettes típusú diabétesz elől is elfuthatsz. Természetesen a zsírégetéssel és izomépítéssel az optimális testsúlyodat, testképedet is elérheted. Valamint a szervezeted ellenálló képessége is növekedni fog, nem fog minden betegség ledönteni a lábadról. A sportolók és a rendszeres testmozgás végzők nyálkártyájában, bőrében és nagy általánosságban teljes szervezetében sokkal élénkebb a vérkeringés, ami alaposan megnehezíti a kórokozók számára a megtelepedést. Ez azért történik így, mert a vér könnyebben, fokozatosabban és folyamatosan szállítja a kívánt helyre az antitesteket, amelyek elengedhetetlenek az immunfolyamatok beindításához, illetve az immunrendszer védelméhez. Végül, de nem utolsó sorban a lelkednek is jót teszel vele. Elméd felfrissül, a stressz elillan, boldogsághormonok szabadulnak fel, a teljesítményed az egekbe szökik. Mindezek mellett nagyobb esély van arra, hogy jó kapcsolatokat, barátságokat alakíts ki, ezáltal a kapcsolatteremtő képességed is tovább javul. Ha ez még nem lenne elég, az edzés az egyik legjobb önbizalom tréning. Segíthet önmagad elfogadásában, a hőn áhított test elérésével, vagy a boldogsághormonok által indukált pozitív gondolatokkal. Összességében az életminőséged javul, ha mozogsz.
Ha már van valamilyen betegséged, akkor sincs kifogás. Az orvosoddal és a gyógytornásszal konzultálva kialakíthatod te is az edzéstervedet, ami segíthet szinten tartani egy krónikus betegséget, vagy éppen megelőzheted vele a szövődmények kialakulását, sőt, akár javíthatsz az állapotodon is. Szóval ejtsd ki a kezedből a nasit, és vedd fel a sportnacit! Ideje, hogy megtedd a tőled telhetőt egy teljesebb, boldogabb élet érdekében.